Köszöntöm kedves nézőinket! Mai adásunkban nem stúdiónkba hívtunk vendéget, hanem mi látogattunk el a Jászberényi Városháza dísztermébe, a 12. Jászkunság kutatása konferenciára. Erről szól az eheti fáma. Sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat ezen a mai szép napon, a 12. Jászkunság kutatása konferencia alkalmából. A Jászberényi Városháza dísztermében nyitották a Jászkunság kutatása kétnapos tudományos konferenciát. Az immár 12. alkalommal megszervezett eseményen a kutatók régészeti, történeti és néprajzi előadások segítségével elemzik a jászok és a kunok beilleszkedését a magyar társadalomba. 1985-ben indult el, aztán egy kicsit eklektikusan, nagy kihagyásokkal, de most az utóbbi évtizedekben már rendszeresen 3 évenként kerül megrendezés. A Jászkunság, tehát a 3-as kerület múzeumaiban, úgyhogy előzőleg a Nagykunságban volt, Kunszentmártonban, most a Jászságban, és 3 év múlva pedig majd a Kiskun múzeumban, Kiskun félegyházán helyett. Miért fontos? Azért, mert nagyon sok kutató dolgozik és kutatja a Jászkunság történelmi múltját, népéletét, kultúrtörténetét. Nyilván ezek a kutatások nagyon fontosak, de hogy közkincsé váljanak, ezt közzé is kell tenni. A konferenciákat arra is jó alkalomnak tartják, hogy a közönség tájékozódjon. Az előadásokon elhangzottakból minden alkalommal készül könyv. A Jász Múzeum vezetője elmondta, idén is így tervezik. Szeretnék jövőre kötetben is megjeleníteni a találkozó tartalmát. Mindig többet és többet ismerünk meg a Jászkunság népességének, az történetéről, az életéről. Azt gondolhatnánk egyébként, hogy már mindent tudunk. Na de ez egyáltalán nem így van. Nagyon sok még fehér folt van, és ez itt is ki fog majd derülni, akár a régészeti, akár a történeti, akár pedig a néprajzi szekciók előadásaiban. Az alkalmat ünnepi köszöntőkkel nyitották. Hortiné dr. Bató Edit vendéglátó vezető szólt először a megjelentekhez, majd a város polgármestere mondott beszédet, melynek a Tradíció Innováció címet adta. Talán itt nem kell elmondanom ezeknek a szavaknak a fontosságát, és azt, hogy hogyan lehet ezeket párhuzamba állítani, de azt gondolom, hogy egy pár gondolattal mégiscsak meg kell, hogy magyarázzam, miért választottam ezt a címet. A mai helyzet azért tudjuk nagyon jól, hogy nem egyszerű senki számára. Újat teremteni nagyon nehéz. Persze törekednünk kell rá, de azt gondolom, hogy legalább ekkora figyelmet kell fordítanunk arra, ha nem nagyobbat, hogy meglévő értékeinkre vigyázzunk, azokat fölismerjük, óvjuk és védjük. A polgármester hozzátette, ebben a szellemben dolgoztak az évek alatt a Városházán, és bízik benne, hogy ez a szellemiség fogja ezt a két napot is végigkísérni. Az elmúlt években itt Jászberényben, a Jászság fővárosában számtalan kültéri szobrot újítottunk meg, fölismertük azokat a történelmi hagyatékot és itt maradt nagyon fontos tárgyakat, hogyha ezeket nem óvjuk, ezeket nem védjük, az idő sajnos vasfoga ezeken fog, és tönkre megy, ezt mi semmiképpen nem szerettük volna, ezért gondoltuk, hogy ezekre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Újítottunk fel hidakat, ezzel is azt példázva, hogy igenis nem elég újat teremteni, a régiekre vigyázni kell, azokat óvni. Én köszönöm önöknek, hogy ezt a konferenciát itt tartják immár 3. alkalommal. Köszönöm, hogy hagyományainkat, régi értékeinket fölismerik, azokra vigyáznak, ezeknek a fontosságát hirdetik. Elmondta, bízik benne, hogy létrejön a kiadvány a konferenciáról, amit sokan vesznek majd kezükbe, és ha bármilyen szerepe lehet benne, szívesen segít. A köszöntők sorába Ván Jenő Jászkun főkapitány következett, aki beszédében azt sérelmezte, hogy az iskolákban nem foglalkoznak a Jászkunság múltjával. Mindig az iskola padról kell kezdeni. Az, hogy itt ugye neves előadók, szakemberek, múzeológusok, néprajzkutatók, stb. Dolgoznak ezen a téren, ez nagyon jó, de ezt ugye ismertetni is kell. Megjelennek nagyon jó könyvek, amit olvasunk, de valójában olvassák-e elegen? Ott van-e az iskolai könyvtárakban, vagy az adott történelmi tanár hajlandó vele foglalkozni megfelelően, mert van, aki igen. Ez nagyon fontos. Hozzátette, ahol a kapitányok megjelennek, próbálnak mesélni a múltról. Hívnak osztályfőnöki órára, egyéb rendezvényekre, ott azért van lehetőségünk beszélni,
és ezt a szellemi tőkét, ezt az ismeretanyagot mi is a jelenlévőktől szerezzük. Szőlősi Sándor jászkapitány köszöntőjét azzal kezdte, hogy elmondta, mennyire büszke arra, hogy hely tudott adni a jászság ennek a konferenciának, és kiemelte, hogy nagy örömére szolgál, hogy ennyi kutató tartja fontosnak a jászkunság múltját. A múlt nélkül a jövő sincs, tehát tudnunk kell a múltunkat ahhoz, hogy a jelenünk meglegyen, illetve a jövőnket is tudjuk formálni. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, hogy hiába egy gyönyörű szép fa sem gyönyörű szép, hogyha a gyökerei azok nincsenek. Tehát nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy itt lehetek most önökkel. Biztos vagyok benne, hogy ez a kétnapos konferencia olyan gondolatokat fognak ébreszteni, olyan új tudást fognak megint elénk tárni, ami a későbbiekben, mint hallhattuk is, hogy meg fog jelenni, ami akár a jelennek, akár a jövő generációjának is tulajdonképpen lehetősége lesz arra, hogy merítsen ezekből az együttlétekből. Nagyon nagy várakozással vagyok ezelőtt a két nap előtt, és nagyon-nagyon jó, hasznos, eltöltött időt és tanácskozást kívánok mindenkinek. Dr. Selmeci László és dr. Pálóci Horváth András régészek nemrégen ünnepelték kerek születésnapjukat, így erről is megemlékeztek a jelenlévők a konferencia megnyitójában. Sok születésnapokat vígan megélhess, napjaidat számlálni ne légyen terhes. Az ég harmatja szívedet, újítja, áldásod árja, házad elborítsa. Györfi Lajos regnáló nagykunkapitány sietett a segítségünkre, és elkészített két olyan kis plasztikát, amely mind a három, a jászkunság mind három kerületének egy-egy szimbólumát jeleníti meg, és hogy talán megkérdezhették volna tőlem, hogy miért állítottam ki Pellengérre ide a jászkunság képviselőit, nos azért, hogy ne legyenek itt egyedül egyrészt, másrészt pedig ők mindig a jászkunság valamilyen területével foglalkoznak, és így most a szeretetünkkel vettünk körül benneteket. A köszöntések után kezdetét vették a 12. jászkunság kutatások konferenciának régészeti előadásai. Elég mostve szekciónak nézünk elébe, ugye visszamegyünk abba az időbe, abba a szekcióban, amikor még nem jászkunságról beszélünk, hanem jászokról és kunokról és természetesen magyarokról. A régészeti szekcióban most 7 előadás lesz. Izgalmas és érdekes dolgok derültek ki a régészek kutatásaiból. Például a jászok történetének és régészetének előzményeiben nyújtott betekintést az első előadás. A jászoknak az előtörténetéről lesz szó, tehát mielőtt beköltöztek volna ide a Kárpát-medencébe a középkorban, annak az előzményeit fogom fölvázolni az ókortól egészen a beköltözés előttig, hogy úgy mondjam. A maga az alánév a forrásokban a Krisztus utáni első században tűnt föl, és már ekkor igazából a kutatás az úgy számolja, hogy nagyjából a kelet-európai osztjáknak a legnagyobb részét, vagy a teljes egészét azt uralmuk alá hajtották. Szintén még az antikvitás idejében a Szirdarjánál lévő Kankő ország kapcsán merül fel az ászok neve, ahonnan ugye a magyarországi jászok is a nevüket kapták. Mint ismeretes magyarországi jászokat is az alánoktól származtatják, nem pontosan tisztázott a kettő népnek a kapcsolat, hogy az alánok és az ászokat hogyan viszonyulnak egymáshoz, valószínűleg már a korai időben is közeli kulturális, illetve nyelvi kapcsolat lehetett közöttük. Mint majd később látni fogjuk, a középkorban gyakorlatilag egymás szinonimájaként használják bizonyos szerzők a neveket. Az alánok uralmának a hunok terjeszkedése vetett véget a sztyeppén, és igazából ezután a középkor folyamán már csak nagyon számottevő alán tömb az a Kaukázus északi részében. Évekkel ezelőtt mi is beszámoltunk róla, amikor Süvegcsúcs került elő Jászberényben. A konferencián az oszét eposzok és szokások tükrében hallhattunk róla, de szó volt a többször ábrázolt indás növényről és a többi mintázatról is. Érdemes megfigyelni azokat az apró részleteket, amelyeket akár a Jászberényi Süvegcsúcson vagy a tarsolylemezeken is láthatunk, hogy egy kifejezetten nódusos indáról
van szó, amely oszlában tagolt, bordánfot, a levelek, levélcsokrok általában kis, rövid száron ülnek, a levelek szőrösek, ezt nagyon sok esetben például itt a tarsolyemezen is bőnyűen lehet látni. A murva levél erezete is megfigyelhető, aztán láthatjuk, hogy más esetben még magát a tobozt is, tobozszerű termést is láthatjuk, vagy rozetta jelenik meg a díszítések között. És ezek a jelenségek, mint a táblázatban is lehet látni, nagyon következetesen ismétlődnek, viszonylag szűk variációk mentén változnak. Többnyire inkább az a kérdés, hogy mennyire részletes egy-egy tájnál ennek a ábrázolásnak a kidolgozottsága. A növényekről leginkább a komlóról is érdekes dolgok hangoztak el dr. Szabó Géza régész előadásában. Meg is érkeztünk rögtön a Kaukázusba. Éppen a narteposzokban van leírva, hogy hogyan is találták föl a komlózott sör főzését, és konkrétan a satana, a nartok ősanyja találta föl a komlózott sör főzését egy véletlen folyamán, amikor rárepült egy madárka a komlófőtre, letépett belőle pár szemet, majd azt ráejtette a malátára, a csirázónak malátára, amit aztán így szépen, ahogy felcsipegetett, összekeverte, és hát kiderült, hogy ez azért a járásán is meglátszott, hogy hatása van reális. Dr. Selmeci László régész előadásában visszatértünk a jászok betelepedéséhez. Középkori régészként egyértelmű volt, hogy a kunokkal, jászokkal fogok foglalkozni. Különösen a jászok azért voltak fontosak számomra, mert a jászok betelepedéséről nincsenek írásos források. Márpedig források nélkül nagyon nehéz meghatározni valamit. Ezért gondoltam, hogy az én dolgom az, hogy többek közt a jászok leletanyagába is beleássam magam, és megnézem, hogy azok a tárgyak milyen időszakra jellemzőek, és mert hogy ennek alapján mégiscsak közelebb jutunk a valósághoz, ahhoz, hogy a jászaink mikor költöztek a Kárpát-medencébe. Előadásában a jászok betelepedésének régészeti bizonyítékait tárta fel. Az első hiteles lelőhely a fennmaradó írásos források szerint jász lakosságú négyszállás, si egyes számú jásztemetőről készített publikációmat, melynek emlékanyagát a 13.-15. századra kelteztem, annak idején megküldtem Györfi Györgynek és Kristó Gyulának is, akik a fennmaradt írásos források alapján a jászok beköltözését a 14. századra tették. Igaz, Györfi publikációm ismeretében annyit megengedett, hogy kisebb jászcsoport már a 13. században megtelepedhetett a későbbi jászságba. Megjegyzem, hogy az 1323. évi jász szabadalomlevélben szereplő jászokról legújabban Zsoldos Attila is lehetségesnek tartja, hogy kötönykunnyaival kerültek Magyarországra. Négyszállást többen is megemlítették előadásukba. Gulyás András Zoltán elmondta, ő miért érezte fontosnak, hogy foglalkozzon a település múltjával. Az a különlegessége négyszállásnak, hogy a eddigi legjobban kutatott jásztelepülés, és úgy gondoltam, hogy mivel a kutatás során nagyon sok kérdés felvetődött, érdemes egy kicsikét jobban beleásni a mélyére ennek a lelőhelynek, és szerencsére ugye van a múzeumhoz kötődő közösségi civil társulás, a csoport, és a csoport segítségével pedig egy intenzív terepbejárást végeztünk, és nagyon sok érdekes újabb dolgot találtunk az eddigi kutatásokon felül. Mik ezek az érdekességek? Annyi érdekesség, hogy jóval nagyobb volt a középkori négyszállás település, mint ahogy gondoltuk. Emellett találtunk egy harmadik templomot is, amit eddig nem tudtunk, hogy ott van.
illetve a négyszálási lelőhelyhez kapcsolódóan. Jász Dózsa, kápolna halom terepbejárásuk alatt 7034 azonosítható régészeti leletanyagot gyűjtöttek. Ennek háromnegyede a bronzkorba tartozott, 413 kerámia, az összes leletanyag 5,9%-a tartozott az Árpád-korban, és 75 darab kerámiát, a teljes leletanyag 1,1%-át tudtuk a késő középkorhoz kötni. Eloszlásilag látható, hogy hol találtunk Árpád-kori és késő középkori kerámiákat. Egy-egy 100 méterszer 100 méteres, tehát 1,1 hektáros területen a legsűrűbb Árpád-kori klaszter 24 leletet, míg a késő középkori klaszterek közül a leggazdagabb 4-7 darabot tartalmazott. A geofizikai mérés alapján, melyet Cserlegi Gábor és Vágvölgyi Bence végzett el, a kiértékelés az MTA Régészeti Intézetében végezték. Árpád-kori terepjelenségeket nem tudtak kimutatni, mivel annyira sok régészeti objektumot mutatott ki a műszer, hogy lehet látni egyébként a rengeteg pöttyöt, hogy nem lehetett kiválasztani belőle az Árpád-korit. A később középkori nagyobb házakból pedig 7 darabot sikerült elkülöníteni. Egyből 5-öt úgy, mintha utcán feküdnének egymás mellett, itt fönt. Lehet, hogy van több, azonban nem lehetett kimutatni, emellett a felszíni leletanyag nem azt mutatná, hogy a négyszálláshoz hasonló intenzív középkori lelőhely feküdne a kápolna halom alatt. A múlt feltárása után délután történeti előadások következtek. Pap Izabella már fiatal kora óta részese a jászkunság konferenciáknak. Elmondta, megtiszteltetés számára, hogy nagyszerű előadásokat hallhat, és örömmel osztja meg ő is az újabb kutatásainak eredményét. Régóta foglalkozom a 18. században ide költözött görög kereskedőkkel, és így fölkelti a figyelmem mindaz, ami a görögökkel kapcsolatos. Így találtam rá Stérió Károly görög ősök leszármazottjára, aki festőművész volt, életképek festője, és nagyon megszerette a jászkunságot, itt sok életképet készített. Rövid idő alatt nagyon jelentőset alkotott, de már a jó részt elfeledték. Többször próbálták föleleveníteni az emlékét. Én is erre teszek kísérletet. A festő pályafutásának egészen a kezdetétől hallhattunk az előadásban. A nagykészsége már gyermekkorában megnyilvánult. Első jelentős műve az volt, hogy a házuk frissen festett falát telirajzolt a Napóleon portékkal. A hazatérő édesapja ezen csodálkozott, de a barátja annyira jónak találta ezeket a rajzokat, hogy arra biztatták, hogy ne katonai pályára adja a fiút, hanem a művészet felé indítsa el. 12 éves korában már részt vett egy közeli román templom oltárképének a megfestésében, és szülei támogatásával valóban a művészet felé indult. A konferencia másnapján néprajzi előadások következtek. A Jász Múzeum igazgatója a parasztpolgári viseletekbe nyújtott betekintést. Én ugye már évtizedek óta a Jász viselet kutatásával foglalkozom, több tanulmányom és két könyvem is megjelent ebben a témában. És régi vágyam volt az, hogy én összehasonlítsam a Jász viseletet az egykori Jászkun 3-as kerület népességének a viseletével, tehát jelesen a két kunságéval. Ugye a kunoké és parasztpolgári, a jászoké és parasztpolgári. Én, és hát persze nem csak a miénk, hanem azért az Alföld mezővárosainak, a lakosságának is mezővárosi a viselete. Én azt gondoltam először, még korábban, hogy nagyon nagy a különbség mondjuk a jász és a kun viselet között. És már most egy jó pár éve kutatom ezt a témát, ezt az összehasonlító vizsgálatot, és kiderül, hogy természetesen vannak különbözőségek, de nem olyan nagy a különbség. Dr. Bató Edit kutatásának folyamatáról, érdekességeiről is beszélt. Nem úgy van, hogy az ember elmegy a levéltárba és leemeli a kötetet, és csak ki kell írnia, hanem szó szerint kutatnia kell. Miből lehet? Nyilván a viseletek megismerhetők a korabeli leírásokból. Nagyon fontosak a viseletkutatásban a különböző ruharendeletek, hiszen minden korban akár a helytartó tanács adott ki ilyen rendeleteket, a vármegye, vagy jelen esetünkben ugye a kerületek, illetve maga a Jászkun 3-as kerület, tehát a Jászkun főkapitány is adott ki, de egyházi és úrbéri, tehát rendeletek is ismeretesek témában.
nagyon jól használhatók a viseletkutatásnál a végrendeletek. Itt a három kerület viszonylatában a jászság végrendeletei bővelkednek a viseletekre vonatkozó adatokban. A viseletek hasonlóságai és különbségei. Nézzük meg az egyszerű bőgatya, borjúszájú ing és mellény viseletet mind a három kerületből, illetve kettőből, mert Lajos Mizsel ugye kirajzás, hasonló, ugyanitt bőfélyek is vannak, de gyakorlatilag ugyanazt a viseletet hordták, amit egyébkor is. Legyen akármilyen redemptus gazda, vagy legyen akármilyen gazdag, módos ember, bőgatyája mindenkinek volt és viselte. Nézzük meg, szabadszálláson férfiak bőgatyában mándliban, ugye díszítés nélküli posztókabátban, valamint Kunhegyesen is láthatjuk a ugyanezt. A Jász Múzeum igazgatója többször említette előadásában, hogy kutatásának az elején jár, így még rengeteg érdekes dologra számíthatunk tőle a közeljövőben. A keletről jött Jászok és Kunok a magyarok között című 12. Jászkunság kutatása konferencia két napján több mint 20 előadást élvezhettek a résztvevők Jászberényben, a Városháza dísztermében. Köszönöm figyelmüket! Mielőtt azonban elbúcsúznánk, tekintsék meg ajánlatunkat a Jász kerület Nonprofit Kft. Szervezésében megvalósuló programokról. Slamberény 22. 2022. október 22-én szombaton forradalmi slam poetry est lesz Jászberényben a Lehel Filmszínházban. A meghívott slammerek Csíder István Zoltán és Gábor Tamás Indiana. A versenyre a képernyőn látható e-mail címen várják a szervezők a jelentkezéseket október 21-éig. Most előadhatott forradalmi mondanivalód, 3 percben. A belépés díjtalan. Október 23-án vasárnap Jászberényben városi megemlékezés lesz, mely alkalomból este 18 órától az emlékezés fényei is fellobbannak a Városháza épületénél. Gyújtsunk közösen mécsest a Jászberényi Városháza falán elhelyezett emléktáblánál, és tekintsük meg a vetítéssel egybekötött fényjátékot. Emlékezzünk együtt az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire, áldozataira és mártériaira. A megemlékezésen résztvevőket arra kérik a szervezők, hogy hozzanak magukkal egy kis mécsest a helyszínre. Október 28-án a bor és az irodalom találkozik Jászberényben a Főnix műhelyben. Scherer Péter Jászai Maridéa színművész érdekes történetekkel, versekkel készül a magyar költők, írók borhoz fűződő viszonyáról. A borokat német Janó szekszárdi borász, a pincészet tulajdonosa kínálja, és mesél a több generáció óta családi tulajdonban lévő borászatukról. A borest során a borokhoz és a dalokhoz illő hideg vacsorát szolgálnak fel. Asztalfoglalás, illetve további információkérés a képernyőn látható e-mail címen és telefonszámon lehetséges. Október 29-én szombaton kísérteties hangulat lesz úrrá a Lehel Filmszínházban. Halloween party várja az érdeklődőket. Haláli megjelenés, rémes kiszolgálás. A rendezők várják és díjazzák a legjobb jelmezekben érkezőket. November 18-án pedig Török Ádám és a Mini Lépa Klub koncert színpadára Jászberényben a Lehel Filmszínházban. Az elmaradt Spirit Színház zenés vígjátékát, a Kaktusz virágát november 24-én csütörtökön láthatja a közönség a Lehel Filmszínház színpadán. Ez volt a Fáma, a Jászsági Térségi Televízió kulturális műsora. Az összeállítást, valamint a magazinunk korábbi adásait megtekinthetik az interneten a jttv.hu oldalon, valamint a Facebook és YouTube csatornáinkon. Viszontlátásra!